szerintem megérdemeltük a győzelmet, mert végig vezettünk. Nagyon birkózó meccs volt, ugyanúgy kemény, de ez végül is a mai vízilabda, nyerni akarsz, akkor agresszívnak kell lenni, 100%-osan kell játszani, úgyhogy egy szép meccs volt. Egy nagy közönség előtt, hazai pályán a magyarra kellene nyerni, az nem semmi szerintem. Mondom, az olimpia előtt két héttel ez egy hatalmas lelki fröccs lehet nektek, egy nagyon jó önbizalom növelő győzelem itt. Hát igen, mert beszéltünk az edzővel is, és tudtunk, hogy a utolsó négy meccsen a magyarra kellene mindig vesztettünk, és mondtuk, most kéne adni egy kis reakciót. Legalább a magyarok is tudják, hogy a véletlen találkozni fogunk az olimpián, nem tudom mikor, minél később reméljük. Ha találkozunk, akkor ők is tudják, hogy szoros meccs lesz, és lehet nyerni, meg veszteni. Mert az utolsó meccseken mindig a magyarok láttam, hogy nyugodtabban játszanak, mert mondtak, hogy na végre az olaszok ellen játszanak. Tudod, mint ha mi a játszanánk egy gyenge csapat ellen, mi tudjuk, hogy könnyebb meccs, akkor nyugodtabban játszunk. És mindig ez volt a fejben a magyaroknál, most, hogy tudták, hogy még nem lesz ilyen könnyű meccs, akkor még jobb lesz nekünk. Mert most a legközelebbi meccsen mi tudjunk a fejünkben, hogy nyertünk, jobbak vagyunk náluk, és bármi lehet. Van egy 4-5 csapat, amelyik bármikor megnyerheti ezt az olimpiát. Szerinted melyik csapat most a legesélyesebb arra, hogy megnyerje ezt az olimpiát? Azért szép ez az olimpia, mert végre van egy olimpia, ahol 5-6 csapat végre nyerhet. Nem mint 4 éve vagy 8 éve ezelőtt volt a Szerbia és a Magyarország. Most van a Montenegro, horvát, szerb, olasz, magyar, Egyesült Államok is. De vele kellene gondolnom, a legveszélyesebb csapat, és aki formában van, szerintem a horvátok. Mert már 10 éve együtt játszanak, megvan a játék, és tényleg jól játszanak. Keveset hibáznak, és azt, amit mond az edzőt, azt csinálják. Úgyhogy most is visszahívta Inicsi, a Vicsán másik kapust. Szerintem rájuk kell vigyázni, de én mondanám egy csapatot, a magyarokat mondanám, mert bennük van az olimpiai vér, tudod. Bárki nyerhet VB-t, EB-t, FINA kupát, világligát, de az olimpia kell egy más fej. És ez a fej sajnos az utolsó 8 éve csak a magyaroknak volt. Most tudom, hogy 2010, most ezen azért bármi történhet. Remélem, hogy legalább a dobogóig eljutunk, de szerintem az összes csapat, aki erős, azért indul az olimpia, hogy nyerjen. Milyen elvárás van egyébként a szövetség vagy a szurkolók részéről Olaszországban? Mit várnak el tőletek? Most amikor volt két hónappal ezelőtt a tévében bemutatták a csapatot, mondták, hogy az aranyat elvárnak az úszásból, ahol van a Pellegrini, aki világbajnok, világrekordot csinál, aztán nem tudom, a röplabdából, és aztán végül a vízlabdáról. És mi is meglepődtünk, mert mondtuk, jó, utolsó 5-6 éve egy VB-t nyertünk is, annyi volt az egész, most egész ország, az elnök is azt várja, hogy nyerjünk, úgyhogy fontos tét van, és mi tudjuk, hogy a csapat megvan, összeállításban is jó vagyunk, bármi lehet, és szerintem a jól fogunk odérni fejileg, mert szerintem az a fontos ilyen az olimpián, akkor nyerhetünk is.